Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai biokertész beszélgetőkörnek a vendége Lechner Judit kertészmérnök lesz, akinek a kertjében sokan jártunk is ezzel a 15. kerületi csoporttal, de most mégis nagy örömmel fogadjuk és várjuk az ő beszámolóját a saját kerti tapasztalatairól. Na, köszönöm én is a meghívást, és én még soha nem beszéltem ilyen formában, úgyhogy elnézést, hogyha itt valami akadozik. És ennek közben kinyíltak itt a virágok. Nem tudtam, hogy ez ennyire szép lesz. Úgyhogy remélem nem nyomok meg az gombot, és nem nyúlok semmihez, csak akkor beszél. Jó, és hát én kertészmérnök vagyok, és 20 évig voltam ellenőrzött biotermelő, tehát én ezt így nagyon nagy lelkesedéssel csináltam, és kis fűszernövényeket termesztettem cserébe, szaporítóanyagot, és azt hordtam a biopiacra, ez volt a fő foglalkozásom. Aztán utána vágott virágcsokrokat ugyaninnen, aztán a kettőt együtt, szóval körülbelül ez volt, amit csináltam. És hát ez nagyon érdekes volt, az átállás a faiskolába tanultak utána, hogy hogy lehet ugyanezt biomódon csinálni. És akkor ugye ott a feltételrendszer, és akkor mit kell elhagyni, és mit lehet bevenni. És ez egy nagyon érdekes világot nyitott meg, hogy az ember meg van fosztva mondjuk a műtrágyától, akkor mivel táplálja a növényeket, akkor a dugványozni nem lehet azokkal a hormonokkal, akkor most mitől gyökeresedik a növény. Tehát sok minden ilyen kérdés felvetődött az elején, aztán egyre jobban kiderült, hogy megy ez magától, az ember nagyon figyel a növényekre és az igényeikre, és hogy mit szeretnének, akkor hát akkor nagyon jó lehet mérgek nélkül ellenőrzött körülmények között nagyon szépen lehet biomódon gazdálkodni. Tehát ebből annyi tapasztalat összegyűlt, hogy ezeket mindig könyveken előadásom, most már próbálom továbbadni. Tehát most már nincsen termesztés, csak saját magunknak termelünk, úgyhogy most már inkább a fiatalokat szeretném erre biztatni és rávenni, hogy kertészkedjenek. Na és akkor most ebbe az órába úgy gondoltam, hogy akkor a sövényekről szeretnék beszélni. És hát ez egy ilyen kis rajz, egy ilyen kertterv végül is, ami hát persze egy idealizált kert, nem nagyon tematikus, és egy biokert. Tehát itt a legfölül, a rajzon fölül, ami ugye az északi oldalnak felel meg, itt van egy ilyen kis jelzés, ami ezt mutatja. Tehát ott érdemes egy ilyen jó kis szúros, vegyes gyógynövénysövényt telepíteni. És hát ez végül is északról fogja védeni a kertünket, de ez olyan érdekes, most ébredtem rá nem régen a napokban, hogy újra nézegettem, hogy ez 15 éve rajzoltam ezt a kerttervet, és hogy akkor ugye éjszakra a hideg szelek ellen oda tettem a sövényt, de hogy tulajdonképpen délen is jó már egy kis darabon a kertet elhatárolni, mert hogy egyre melegszik, és egyre szárazabb az éghajlatunk, ez valóban ez érződik. Úgyhogy most már nem csak éjszakra tennék sövényt a hideg ellen, hanem dél felől is, vagy nyugat felől is, kisebb részeken, tulajdonképpen ott is már nagyon jó kis élőhelyek alakulnak ki a sövény tövébe. Na, de hát itt most még arról van szó, hogy akkor éjszakról, vagy nyugatról, vagy kinek honnan fúj a szél, lehatároljuk a kertet, és hogy ez egy ilyen nagyon szép vegyes sövény, nem tudom mennyire olvasható itt a kökény, vadrózsa, galagonya, főleg ezek, amik lényegesek ebbe a kertrészbe, mert ezek gyógynövénycserjék. És azon túl, hogy gyógyhatásúak ezek a cserjék, nagyon jó kis élőhelyeket hoznak létre ott a kert szélébe. És hát most oda be is rajzoltam csigát, meg madarat, meg sündisznót, mert hogy ezek olyan kis lények, amik számunkra nagyon hasznosak, amikor a kert kártevői ellen akarunk valamit tenni vegyszerek nélkül. Na de ahhoz, hogy ezek tényleg működjenek, ezek a kis állatok, és szeressenek ott élni, élőkik létrehozni. És hát erre nagyon jó egy ilyen sövény. És hogy tulajdonképpen egy ilyen fajta vegyes, szúros cserékből való élő sövény keretezi az erdőket is mindenütt. És hát ezt most is nagyon jól meg lehet figyelni, mielőtt még a lombok kihajtanak, hogy akármerre jártok, hogy az erdő soha nem úgy végződik, hogy na ott az utolsó faj, és utána van az út, vagy a szántóföld, hanem az erdő szélén mindig van egy ilyen bokor szoknya, amit szépen levezet a mezőtől az erdőig. És ez veszi körül az erdőt, ez a bokor
Sor, ez az élő sövény. És hát végülis ezt tudjuk a kertbe is behozni, és hogyha a környékről válogatunk cseréket, mint ez ugye mindig budaörsi példákat mondok, de nálunk ugye ezek az őshonosak itt a környéken. Tehát a környékről választunk cseréket, és abból hozunk létre ilyen sövényt, akkor becsalogatjuk a környéken élő madarakat is, és az egész rovarvilágot. És akkor ezzel úgy érezzük magunkat, mintha egy erdőbe raknánk, bekeretezve ezzel a sövénnyel. Na, és akkor a kökény, a vadrózsa és a galagonya, hát ezek gyógynövények is, úgyhogy tudjuk szedni a termését is később. Most akkor nem tudom, mennyire látszik, szóval itt a sövény aljában van a nyesedék fölhalmozva, hát azt is próbáltam odarajzolni. Tehát ez azt jelenti, hogy ott a sövény aljában, amit kétféleképpen telepíthetünk, vagy ültetjük, vagy csak megvárjuk, hogy magától kinő, de oda halmozzuk a nyesedéket, ami a kertbe képződik. És hát ugye hát mindenféle kerti nyesedék képződik, de ami a ceruzánál vékonyabb, azt a komposztra tehetjük fölaprítva, ami pedig érdemes elégetni a kályhába, akinek van, vagy tűzifának, hát azt akkor ugye elégetjük, de van közte egy elég nagy olyan rész, amit meg főleg a szúrósak, ezek a nyesedékek, akkor azt a legjobb oda halmozni végig a sövény alá. És akkor ez lehet akár egy méter magas is, ez a nyesedékhalom, hát mennyi jön össze a kertből. És ezt minden évben megújul, úgyhogy mindig a tetejére pakoljuk az aktuális nyesedéket. És oda kerül a rózsák nyesedéke is, és az ilyen vastag évelő szárak is, amik a komposztra nem jók. Tehát tulajdonképpen minden, ami szerves anyag hulladék képződik a kertbe, de a komposztra valamiért nem akarjuk rátenni, na az mehet ide a bokrok alá. És akkor ez alulról folyamatosan komposztálódik, korhad, és ezt nagyon szeretik például az éti csigák. Most itt olyan kis szép házas csigákat rajzoltam, meg majd később a képen fogjuk őket látni. Ezek itt nagyon szeretnek nappal tanyázni. És akkor éjszaka elindulnak kifelé, és elkezdik a kertbe a rendcsinálást, mert ez az éti csiga csak a korhadó, rothadó növényi részeket fogyasztja, úgyhogy tulajdonképpen kárt nem csinál a kertbe. Viszont a kedvenc tápláléka, az egyik kedvence a mesztelen csigák tojásai. Úgyhogy tulajdonképpen nagy segítségünkre van, mert azokat meg fölkutatja, és megeszi, és így gyéríti a mesztelen csigákat. Úgyhogy ezek ilyen nagyon jó kis sűrségben vannak itt. Na és hát sokszor látjuk, hogy télire is oda húzódnak be, mert hát hova máshova, tehát ez a nyesedik halom, ez pont nekik való hely. És akkor szépen bemeszelik ugye a házukat, ott egy mészlappal lezárják, és ott terelnek. És hát persze nem mindegyik ébredt föl tavasszal, az öreg csigák elpusztulnak, viszont akkor azt az üres csigaházat is használja mindenféle kis hasznos rovar arra, hogy oda beköltözik utána. Ilyen ászkák, meg pókok, meg ki tudja mi minden, amit úgy nem is kell faj szerint számon tartanunk. Csak jó, hogyha mindenféle rovarból minél többféle van a kertbe. Mert ugye ettől tartják egyensúlyba ezt az egész élőhelyet. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy csiga lelőhely is itt a kert alja. És ha túl korán megy ki az ember, és találkozik még a házas csigákkal, akkor szépen óvatosan vissza kell őket oda telepíteni, hogy rájuk ne lépjünk. Na hát a sündisznó, hát ez egy aranyos kis állat, és ő is szeret oda télire is húzódni, meg nappalra is behúzódik, és ő meg éjszaka szintén a törjáratozik a kertbe. És a rigók is szoktak fészket rakni ebbe a sövénybe. Hát aztán a rigót, amikor az ember kifigyeli, hogy hova rakja a fészkét, mert minden évben máshova rakja, akkor az nagyon jól látszik, hogy rengeteg rovart, meg hernyót, meg mindenfélét elfogyaszt, ahogy eteti a fiókákat. Tehát ez egy ingyen napszámos nekünk. Na, most akkor, hogy csináljuk ezt a sövényt? Tehát, hogy vagy behozunk a környékről apró csemetéket, és azokat visszavágjuk rövidre, hogy jól elbokrosodjanak, és akkor úgy telepítjük a sövényt, vagy pedig egyszerűen ezt a nyesedéket halmozzuk fel, és akkor az azon áthulló magvak, meg amit még a madarak hoznak, meg a környékbeli cserék magjai, azok szépen kicsiráznak, és ugye ez egy ilyen vízszintes garádnak nevezik a felvidéken ezt a cserje nyesedéket,
Tehát az egy vízszintes halom, és akkor ezen szépen függőlegesen átszövik azok a kis suhángok, amik a magokból kikelnek. És hát ezt viszont még a Hermann Otto könyvében olvastam, hasonlót ajánl a madarak védelmére, ilyen sövényt, hogy amikor egy olyan méter magas egy ilyen kis suhánk, tehát egy ilyen kis, egyetlen egy ilyen kis magból kikelő fás növényke, ami aztán igyekszik fölfele keresztül ezen egy esedéken, akkor ott érdemes visszavágni, és akkor ott egy ilyen kis fészkelő alap képződik rögtön abból a cserjéből, ami egy meghívás a madaraknak. Úgyhogy ez a két módja van a sövény megtelepítésének. És aztán, amikor már ez először megindul, akkor attól kezdve, hogy nagyon sok madár belátogat a kertbe, a terméseket keresgélni rajta, akkor mindig hoznak valamit, vagy az ürülékükkel, vagy csak egyszerűen elejtik ott a sövénybe, és akkor egyre gazdagodik fajokba ez a élő sövény. Úgyhogy ez a szüntelen való eleven sövény, ez erre is utal, ez a szép kifejezés, amit ugye Lipai könyvéből vettem ki, hogy ez nagyon változatos módon egyre inkább fajokba gazdag lesz. És akkor minél többféle növényből áll, annál többféle állattal tud kapcsolatot teremteni ez az élősövény. Na most majd a képeket is mutatunk, de még akkor itt elmondom a másik sövényt is erről a rajzról, hogy igen, tehát hogy akkor északról, nyugatról keretezem a sövénnyel, akkor itt látszik a komposztdomb itt alatta, ami egy csalán van ott mellette, és hogy egy bodzabokor. És hát a bodzát ebbe a sövénybe, a kert határoló sövénybe nem érdemes belerakni, mert nagyobb lesz, és mindig kilóg, és nem lehet metszeni. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy ezt szoktuk egy évben egyszer metszeni ezt a sövényt, úgy oldalról, meg fölülről is. Tehát kora tavasszal, amikor még biztos nincs benne madárfiú, vagy madárfészek, akkor egyszerű megigazítjuk, és hát ugye az enyesedék is megy vissza. De azért ez lehet akár egy másfél méteres is, ha olyan a kert adottsága. És a bodza viszont ugye ne kerüljön bele, mert hát azóta rendetlenkedik. De viszont a komposzt mellett nagyon jó helye van, mert ha lehullanak a levelei, akkor az a komposzt érését nagyon jó irányba befolyásolja. Meg hát amúgy jó a bodza, mint gyógynövény szintén a kéznél van, mert ugye szedjük a virágát folyamatosan, és akkor augusztus-szeptemberben meg a termését lekvárt lehet belőle főzni. Úgyhogy jó, ha benn van a kertbe. És hát a csalán meg mindig ott szeret élni, ahol sok a nitrogén, tehát az ott a komposzt mellett szintén jól megtelepíthető. Na, hát itt rajzoltam egy pár fát, amik alatt az árnyékot kedvelő gyógynövények vannak, de most akkor nézzük ezt a legalsó sort, ahol viszont egy teljesen más típusú sövény képződik, képezhető vagy ültethető, és ez pedig ilyen kolostori, középkori kolostori herbákból, fűszernövényekből áll össze. De most ezek csak egy ilyen fél méter, méter magas növények, és nagyon szeretik a napot és a száraz, meleg helyeket, mert hogy ezek ugye mediterrán származásúak. Hát a zsája, a ruta, az izsóp, az évelő borsika fű, a levendula, a levendulának ugye több változata is van. Ezekből lehet egy ilyen szép napsütötte kis alacsony élősövényt telepíteni. És hát Lipai könyve, igen, azért ezt most előveszem megint, tehát hogy 300 évvel ezelőtt, több mint 300 évvel ezelőtt élt Lipai János, aki egy jezsuita szerzetes volt, és a pozsonyi érseki kert krónikása volt. És az akkoriban a török elől Pozsonyba menekült érseki palota kertjébe dolgozott, és leírt mindent, amit abban a kertben műveltek. És hát annak a veteményes kertnek a leírása, az egy nagyon élvezetes biokerti szakkönyv végül is. Úgyhogy abba olvastam, hogy ezt a kis négyosztatú kertet, amit berajzoltam itt veteményesnek, ezt ezekkel a kolostori növényekkel keretez. És hát ez egyrészt nagyon szép, tehát mondjuk ha a füves részt elválasztom, vagy a diszkertet elválasztom a veteményestől, akkor ott egy ilyen méter magas levendulás, vagy izsópos vegyes sövény, hát ez az jól is mutat. Másrészt pedig ezek a növények nagyon aromásak, illatos a lombjuk, nem csak a viráguk, hanem ahogy elmegyünk mellette, akkor hát rögtön felszáll belőle ez a sokféle illat, és ezek általában rovarriasztó hatásúak.
Tehát ha én így keretezem a veteményest ezekkel a növényekkel, akkor hát ott ugye nincs ez pontosan meghatározó, hogy melyik rovar ellen jó, de általában egy ilyen illóolaj felhőbe burkolják az egész kis veteményest. Tehát ennek is van itt egy ilyen növényvédő szerepe. És hát ez nagyon érdekes, hogy a biokertészetben a növényvédelem az nem azt jelenti, hogy mérgekkel elpusztítom a kártevőt, hanem vagy csalogatom oda a hasznos rovarokat, úgy hasznos, hogy nekem hasznos, vagy pedig riasztom a kártevőt. És hát riasztani tudom milyen illóolajokkal, de akkor ilyet csak oda kell ültetni. És hát csalogatni pedig tudom ezer más módon, például rengeteg virág elvetésével. Na, úgyhogy ezek itt a rovarriasztó és hasznos rovarcsalogató növények ebbe a kis alacsony sövénybe. És hát a rozmaringot is itt oda raktam egy ilyen nagy dézsába, de hogy tulajdonképpen ez is érdekes, hogy 15 évvel ezelőtt a rozmaringot dézsába kellett ültetni, mert hogy fagyérzékeny. És hogy az utóbbi 10-15 évben egy olyan tél volt, amikor a szabadföldi rozmaringok mind kifagytak az országban. Úgyhogy sokszor ilyen apró megfigyelések is jelzik ezt a folyamatos szárazodását és melegedését az éghajlatunknak, hogy most már a rozmaringot tulajdonképpen ki lehet ültetni egy déli fal elé nyugodt lélekkel, és hát nekem is van most újra van két bokrom, ez a 4-5 évvel ezelőtt volt ez az erős tél, és utána megint ültettem ki a kertbe két rozmaringot, és akkor volt ez a két hideg hullám itt télen, akkor ezt betakartam ilyen valami zsákvászon szerűséggel pár napra, amikor erős fagy volt. És aztán utána leszettem, és most úgy néz ki, hogy nagyon szépen átteleltek megint. Tehát, hogy egy pár napos védelemmel átteleltethető a rozmaring is most már. Ami hát lehet jó hír is, meg rossz hír is, de hát ebbe élünk most, és akkor ehhez tudunk alkalmazkodni a növények választásával, mivel akkora választék van mindenféle növényből, hogyha jó élőhelyre kerülnek, akkor minden helyre tudunk találni megfelelő növényt, még ebbe a változó világba is. Egyetem kérdezem. Igen? Az izsópot mire használod? Nekem idén volt először a kertemben, és azért ez egy ilyen különleges aromájú növény, hogy használod valamire, vagy csak ülteted? Hát használjuk is a... Tehát, mint gyógynövény, úgy kérdezed, mint gyógynövény, mondjuk, vagy fűszer. A gyógynövényként a zsájának nagyon jó kiegészítője. Tehát a zsáját és az izsópot forrázzuk, akkor teának, meg öblögetünk vele, ha a szájba valami fertőzés előjön, vagy ilyen afta, vagy bármi ilyesmi. És a zsájához hasonlóan lehet például húsokat pácolni vele, vagy hát ugye a hús mellé, és a sütéskor is bele lehet dobni az izsóból is egy ágacskát, ugyanúgy, mint a zsájából a hús mellé a pároláskor, és utána aztán minden estől kidobni belőle. Tehát teának használjuk öblögetésre, és igen, meg is lehet inni, mert tulajdonképpen érdekes, a kettőnek együtt jobb íze van, mint külön-külön. És van egy kis kesernyés aroma is, benne édes is, és nagyon erős fertőtlenítő antibiotikus hatású. Úgyhogy akkor ezt így az emésztőrendszer fertőtlenítésére is tudjuk használni, meg hát a szájban mindenféle problémára, torokfájásra. És hát van egy érdekes hatása, lehet, hogy nagyon elkalandozunk, de hogy emeli a vérnyomást, és étvágyjavító. És akkor ez két olyan dolog, hogy na hát ezt nehéz volt így eladni az izsópot ezekkel az ajánlásokkal. De hogy tulajdonképpen az izsóp akkor emeli egy kicsit a vérnyomást, amikor az ember nagyon jól lakik délbe, és utána rájön az az ebéd utáni álmosság. De ha izsóppal fűszerezte az ebédet, akkor ez a fajta ilyen déli depresszió, ez nem jön. Úgyhogy tulajdonképpen, ha déli fűszerként ebédkor használjuk az izsópot, akkor ez a vérnyomás esés nem következik be a jó lakás után. Na, valahogy kikeveredtem belőle. Szóval nagyon érdekes, különös hatású fűszernövény, és nagyon szép növény szerintem. Szóval mondjuk úgy néz ki, mint egy levendula, csak sötétebb zöld a levele, de egy habitusra ilyen kis füzéres, sötétkék virága van általában. És mindig délre néznek a virágai, annyira napszerető, napkedvelő, és akkor ilyenkor hamarosan, most már látszik, hogy meddig fagyott vissza,
És akkor ilyen szép, rövid, ilyen 5-10 centis csutkára le lehet vágni az egész bokrot, és akkor nagyon szépen megújul. Na, hogy akkor ezek a... Igen, és akkor itt a végén itt van a bazsalikom, de hogy ez tulajdonképpen már beletartozik a veteményesbe. És hogy hát itt meg egy ilyen kusza veteményes kert látható, de hogy ez a négy osztatú kert, azért ezt így még elmondanám, hogy ez tulajdonképpen az Édenkertből jön ennek a mintája. Mert tehát aki olvasta már a Bibliát, a Teremtés könyvét, az eleje az nagyon érdekes és látványos, és ott szerepel ez a leírás, hogy az Éden kertjébe középen fakadt egy forrás, ami aztán négy ágra szakadt, és négy folyót táplált. És ez a négy folyó táplálta az egész Éden kertet, és akkor ennek a vize. És hogy ezt idézik meg ezek a négy osztatú kertek, amik hát nagyon régóta léteznek, és hogy középen az a kis kör alakú, hát vagy tó van ott, vagy kút, vagy pedig hát egy ilyen kerek kis ágyás általában középen, és akkor két keresztút szeli ketté szeli négy felé ezt az alapból ezt a kertet. És hát ez azért is praktikus így megalkotni a veteményes kertet most is, mert akkor rögtön tudunk csinálni egy jó kis vetésforgót. Úgyhogy ezért is érdemes ezt a régi kertformát újra feleleveníteni. Ja, igen. És akkor, tehát most akkor bekereteztük a kertet fönt a szúrós cseréinkkel, és alul pedig a veteményes körül a kolostori fűszernövényekkel. És hogy bent a veteményesben, amit hát én ássok és kapálok, mert szeretem is mindeket csinálni, meg a mi kemény agyagtalajunkon, hideg agyagtalajunkon ezek a hagyományos eljárások tulajdonképpen jól működnek. Tehát, hogy amikor újra veteményezünk ilyenkor tavasszal, akkor rengeteg fűszernövényt használok vegyes ültetésbe is, mondjuk a sárgarépát hagymával fölváltva, ami egy klasszikus társítás, mert ugye ezek egymást védik a kártevőktől. Például itt a alsó sorban itt van a hagyma meg a sárgarépa imitálva. A kapor is ilyen nagyon jó kis védőnövény, azt a sárgarépa sorába lehet vetni sorjelzőnek is, meg segíti is a csírázását. És akkor a másik ágyás részben, ahol a büdöskék vannak, na, a büdöske pedig a paradicsom védőnövénye. És hát azt is, ja igen, na, majd arról lesz egy szép kép, hogy lehet a büdöskével keretezni a paradicsomot, de hogy a büdöske ez ilyen nagyon különös védőnövényünk tényleg, hogy ezt nem esszük meg, viszont a virágai olyan illatanyagokat bocsátanak ki, ami mindenféle hasznos rovart csalogat a kertbe. És akkor ezek a hasznos rovarok, zengőlegyek, meg ilyen kis csikos poloskák, meg nem nagyon értek a rovarokhoz, de hogy ezek ott bejönnek a büdöske kedvéért, és onnan átszállnak a paradicsomra, meg a többi zöldségfélére a kártevőket gyéríteni. Úgyhogy voltak olyan biokertész ismerőseim, akik a fólia alatt termesztettek paradicsomot, paprikát, és már a fólia alá bevitték a büdöskét, tehát már ott vetettek, és nem sajnálták rá azt az egy méteres részt, mert hogy becsalogassák ezeket a hasznos kis rovarokat. És a másik különlegessége a büdöskének, hogy a gyökerei pedig a fonálférgeket gyérítik. Úgyhogy egy talajfertőtlenítő növény is, és hasznos rovar csalogató növény is. És ráadásul nagyon szép. Úgyhogy ezt is lehet ilyen, tulajdonképpen ilyen belső sövényként minden évben újra vetve lehet használni a büdöskét a veteményesbe. És hát ugyanígy a bazsalikom, az szintén a paprika, a paradicsom védőnövénye, és a bazsalikom nagyon hasonló igényű, mint a paprika. Tehát most mondtad, Ildikó, hogy paprikát fogsz vetni, palántázni, tehát hogy ugyanúgy csak május közepén, május végén érdemes kiültetni a paprikát is, ahogy a bazsalikomat is. Megigényes növény. Hát én nem szoktam itt benn palántát nevelni, mert mindig azt tapasztaltam a fűszernövényeknél is, hogy nagyon nagy sok a kiültetés. És akkor mire azt kiheveri, meg ledobálja a benti leveleit, kinöveszti az ujjakat, körülbelül ott van, mintha kint vetem el, csak kicsit később. De hát ez az én faxnim, szóval én inkább kint szeretek mindent vetni.
De a bazsalikomot az csak Szent György nap után, tehát április 21-e után szoktam vetni szabadföldön. És azért mindig ládába szoktam vetni, és hogy van ott egy nagyon érdekes furfangja a bazsalikomnak, hogy fényen csírázik. Tehát mikor a ládába rászúrom a szépen elegyengetett föld tetejére, akkor csak éppen tenyérrel bele kell nyomkodni a földbe, de nem szabad betakarni. Mert akkor általában csak az jön ki, ami véletlenül fönnmaradt a tetején. Tehát, hogy sokszor hogy azért nem kell ki a bazsalikom a magvetésből, mert túl sok föld került rá. És akkor jó, beöntözzük, és azt mondjuk tényleg akkor, hát már április végén már elég meleg van, de egy akkor tényleg nedvesen tartjuk, és erre figyeljünk, de hogy utána egy 3-4 nap alatt kicsirázik, és nagyon boldog a melegbe, szóval ez láthatóan, ez, ő tényleg egy trópusi növény, tehát ezt tényleg mindig újra kell vetni, és nagyon érzékeny a fagyra, úgyhogy azt nem, szóval fölösleges is előtte erőlködni vele, és kiültetni. De hát én azt is gondolom, hogy mire a szabadföldi paradicsom megjelenik, addigra hatalmas nagy lesz a bazsalikom, és ugye az lesz az ő fűszere a tányérba is, úgyhogy nem kell siettetni semmit a kertben, mert hát egyre hosszabb a nyár, meg az ősz, úgyhogy bőven lesz idő mindenre. Na és akkor hogy miért van a paradicsom mellett? Hát mert ez is olyan rovarokat csalogat a környékre, amik majd a paradicsom kártevőit gyérítik. Úgyhogy ezt oda szánnám. És hát akkor tulajdonképpen nézzük a képeket szerintem. Most már akkor nagyjából ez a kép itt megmaradt mindenkinek. Úgyhogy akkor... Bocsánat, még egy, itt azért sok mindent fölírtál. Macska gyökeret, ánizsmentát, lestyánt, turboját. Igen, azok az árnyéki növények. Hát a macska gyökér az, az ugye a biodinamikus kertészeknek fontos növényük. Én inkább azért tartom, mert nagyon jó illatú a virága. Uh-huh. És hát még Klárinétől kaptam a tövet, a Mezei Ottónétől, aki a biodinamikus kertészkedést Magyarországon újra kezdte, és meghonosította, és dajkálta. Úgyhogy ő miatta van ott még mindig a macska gyökér az ő emlékére. És a fia, a Mezei Mihály, aki a biodinamikus közhasznú egyesület vezetője most, ő minden évben eljön, és akkor mindig elviszi a virágát, úgyhogy preparátumot csinál belőle, úgyhogy na, és ez egy árnyéki növény, de tulajdonképpen a napon is megvan ebbe a... Hát ez, ez furcsa dolog, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz, agyagos talaj a miénk, Budaörsön, és emiatt sok amúgy nedvességet kedvelő növény teljesen jó megvan, csak a hideg agyag miatt. Úgyhogy a macska gyökér is egy ilyen, de a fekete nadájtő is például mindenfelé bújkál a kertbe, pedig az is egy ilyen patakparti növény lenne. Na, de azért a legjobban érzi magát a fák között a macska gyökér, és majd lesz kép is, egy ilyen kép is lesz később. Hát a menta az megint olyan, hogy inkább vízigénye lenne, de ha nem akarunk annyit döntözni, akkor jobb az árnyékba telepíteni, fél árnyékba. De azt viszont szigorúan beton kockák közé, mert hogy aztán borzasztóan terjed. Tehát ott inkább arra kell figyelni, hogy a szomszédait megvédeni a menta agressziójától. És hát a lestján meg egy olyan helyet keres mindig, igen, most itt a fának a, mégis a bal oldalára, tehát a nyugati oldalára ültettem itt a rajzon a lestjánt, azért, mert ő a déli napot nem szereti. Tehát azt szereti, hogy mivel egy tengerparti növény, neki mindenféle ilyen igényei vannak, hogy, hogy hát végülis egy sós tengeri levegőt kell köréje képzelni, és akkor ezt úgy tudjuk a kertbe egy kicsit imitálni, hogyha reggeli vagy délutáni napot kap, és elég vizet kap, és viszont délben esüsse a nap, mert azt azért ő nem szokta meg, és nem szereti. És hát az is nagyon praktikus, ha ugye megyünk a konyhából a húsleves főzéskor, a zöldség hámozás után megyünk a komposztra, és akkor kiborítjuk oda ezt a zöldségnyesedéket, és visszafele kéznél legyen a lestján, ott valahol a komposzt környékén, mert akkor visszük a húslevesbe még a friss lestján levelet, úgyhogy az ott valahol így a komposzt felé vezető út mentén legyen a lestján a télárnyékba. És hát a medvehagyma az ott egészen a komposzt környékén van, az tényleg jól megtelepíthető, de nem könnyen, szóval nem borítja el úgy, mint a menta 2 év alatt az egész kertet, hanem szép lassan szaporodik.
És akkor azért ugye az önellátásra be lehet rendezkedni a medveagymából is. Hát ezt legegyszerűbb úgy telepíteni, hogy májusban, amikor már behúzódni készül a növény, és már ilyen zöld termések vannak rajta, még éretlen termések, a levele pedig sárgul, na akkor jó kiásni, és akkor áttelepíteni a kertünkbe. És akkor szépen behúzódik, és akkor aztán attól kezdve folyamatosan szórja a magját, meg sarjadzik is. Úgyhogy hát nagyon tényleg szép lassan, de azért megtelepszik a medveagyma. És akkor még melyik növény maradt ki, amit itt szanaszét raktunk? Ja, hát a körömvirág az szintén mehet a veteményesbe ilyen kis alacsony szegélynek bárhova, vagy elszórtan, az is ilyen hasznos rovarcsalogató. Meg hát tudjuk szedni a szirmait folyamatosan, amikor, tehát nyáron a frissen kinyílt virágról leszedjük a szirmokat, és akkor úgy tudjuk rögtön a vaskenyére szórni, úgyhogy az jó, a kéznél van a veteményesbe. Aztán a citromfű, na hát az félárnyékot kedvelő növény, úgyhogy azt is oda a fák alá gondoltam, és hát a tárkony az meg nagyon erősen sarjadzik, az majd a kis út mentén van, úgyhogy azt állandóan tovább kell ajándékozni a sarjait, úgyhogy azt úgy kell figyelni rá, hogy elég nagy területet hamar el tud borítani. És menjünk a képekre, vagy még látsz valamit, ami... Na, Ildikó le van nyitva. Hogy borókát írtál még, amíg, vagy legalábbis az én kertemből. Igen. Igen, na még az a két török zöld ott hátul, tehát, hogy tulajdonképpen a magyar tájnak az örökzöldek nem részei, csak a hegységekben lennének őshonosak, és hát a kertbe is körülbelül ilyen arányba szerintem elég belőlük. És hát ez mindenképp a háznak az északi legsötétebb oldalára kell őket ültetni, vagy lehet. És hát ez mondjuk a madarak télen örülnek neki, mert akkor tényleg nagyon jó bújóhely. És hát úgyhogy az örökzöldből csak a ház mögé is kevés. És viszont a ház elején, a déli oldalra, oda meg lombhullató fát érdemes mindig betervezni. Na ezt tényleg a Bai Bélától hallottam, és rögtön megértettem, vagy megragadt bennem, hogy igen, a lombhullató fa a déli ablakok előtt, hogy az viszont télen beengedi a napsugarakat, mert ha déli oldalra is fenyő kerül, akkor télen is hideg van, és sötét abban a szobában. De amikor lehullik a lombja mondjuk itt ennek a házfának, akkor, és már alacsonyan jár a nap, szóval ez is nagyon érdekes, ezt szoktuk úgy megfigyelni a mindennapokban, hogy télen egészen alacsonyan jár a nap, és mélyen messze besüt a szobába, és hogy akkor ott ne árnyékolja semmi. Viszont amikor tavasszal kihajt a fa, akkor már jól esik az árnyéka, és mikor a legmelegebb van nyáron, akkor pedig szépen árnyékolja az ablakokat. És akkor meg már magasabban jár a nap nyáron, meredekebben süt, úgyhogy akkor nagyon jól lehet így temperálni a házat egy lombhullató fával. És ugyanerre teljesen jó, amit régen is csináltak, hogy szőlőlúgast ültettek a ház elé, a tornác volt régen, még egy tornác volt a ház előtt, és a szőlőlúgas ugyanígy nyáron árnyékot adott, télen pedig beengedte a napsugarakat. Úgyhogy akkor a házat így próbáljuk, hogy délről a lombhullató fa, északról meg a fenyő, így lehet körülvenni. Még kérdés a rajzhoz? Vagy akkor jöhetnek a fényképek? Igen, mehetünk tovább. Jó, akkor ez a galagonya sövény. Na most ez a sövény egy teljesen vadon növő sövény itt a törökugraton, Budaörsön. És hát itt volt egy ilyen felhagyott, szóval egy őszi barackos lehetett nagyon régen, amit már régen nem művelnek, és hát szépen elkezdődött ez a szukcessziós folyamat. Tehát ahol valahol egy ilyen rét, vagy mező, vagy elhagyjuk gyümölcsösnek a csúcs van, ott ugye tele van virággal, mint itt az eleje, ez egy május elejei kép, de ezen a virágos réten egyszer csak fölbukkannak a cserjék. És hát itt is milyen szépen látszik, hogy ez egy ilyen szoknya végül is. Tehát itt elől van a széle a szoknyának, a legalacsonyabb cserjék, hát ez sokszor a szeder
ez a tüskés szeder szokta alkotni ezt a legelső részt, és abba potyognak bele a kökény magoncok, és azok lesznek a következő emelet. És ami itt most éppen virágzik, hát itt éppen szedtem a galagonyának a virágát május elején, mint gyógynövényt, és hát ez a május elejé állapotban a galagonya virágzik. És ott fölül a tetején látszik a vadrózsának a hajtásai, ami még magasabb növény, és akkor az meg ugye belepotyog a magja galagonya közé, és onnan magasodik ki. És hát az szép hosszú sarjakat tud hozni, és aztán amikor termés van rajta, akkor így szépen visszahajlik. És hát utána viszont már jönnek a fák magjai, magoncai, és látszik, hogy itt már vadkörtem, meg már mindenféle, ami volt a környéken, az ebbe a sövénybe egyszer csak gyökeret ver, és kiemelkedik belőle. És hát amíg még voltak legelő állatok, akkor ennek az volt alapvetően a szerepe, hogy ezeket a vadkörte, meg juharfa, meg mindenféle kis csemetéket megvédte a rákcsáló állatoktól, az őzektől, szarvasoktól, meg a szarvasmaráktól. De hát most már ugye pláne a törökugraton nem legel semmiféle állat, de ez a sövény megmaradt. És folyamatosan vastagodik és növekszik, és egy folyamatos átalakulásban van. Tehát itt megy előre ezen a szép virágos réten a kökénnyel, mögötte nyomul a galagonya, és mögötte a csipkebogyó, és a végén jönnek a fák. Na most, mikor a fa már kiemelkedik, és már nem nincs szüksége erre a tüskés védelemre, akkor föléje borul ennek a sövénynek, és leárnyékolja. És akkor ezek az elős, egy kis úttörő cserjék végül is kipusztulnak alóla. De hát akkor már ott az erdőnek van a helye, és megszületik újra az erdő. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy ez a vegyes sövény végül is nem önmagáért van, hanem az erdő megszületését, újra születését készíti elő. És ez nagyon különös, hogy a természetben ezek a folyamatok, hogy van egy ilyen különös áldozat része ennek, hogy a magasabb rendű társulás kedvéért folyamatosan előkészít és átadja a terepet a következő társulásnak, és ez addig megy, amíg az erdő nem regenerálódik teljesen. És akkor megszületik a végén az erdő, az a záró társulás, és attól kezdve beáll egy egyensúlyi állapot. És hogy ez az egyensúlyi állapot azt jelenti, hogy az erdőben a fák nem nőnek az égig, hanem ott egy folyamatos élet zajlik, amiben a legtöbbféle lény tud részt venni. Hát ezt nem tudom jól kifejezni, tehát a biodiverzitás, az életgazdagság az erdőben a legnagyobb. Ezért Magyarországon minden, a föld akarata az erdő. Tehát minden ilyen szukcessziós folyamat, társulások egymásra épülése, az az erdő megszületése felé tart. Úgyhogy a galagonya ebben egy ilyen köztes szereplő, de nem kell félteni, mert mindenütt van, és akkor mindig teszi a dolgát. Vigyázz ezekre a kis suhangokra, amik itt kifejlődnek majd benne, és lassan be fog erdősödni újra a törökugrató. Ez a kis csupaszhegy és dombocska. Na, és még azt érdemes itt figyelni, hogy miért van ilyen sokféle cserje itt egy kupacon. És hogy ez tulajdonképpen, ha itt ugye a galagonyát veszük középre, akkor rengeteg megporzó rovar van itt, azért, mert már jól laktak a kökényen, és teljesen tetrekészek, és a galagonyáról át fognak menni a vadrózsára. És hogy azzal, hogy előtte is és utána is volt virágzó cserje, ezzel kap egy nagy biztonságot a mindegyik ebbe a közösségbe. Tehát a rovarok itt egy folyamatos terített asztalt találnak, ami teljesen magától jön létre ezen a helyen. És most a következő képet, ha nézzük, nagyjából ugyanezt a sövénysort látjuk, de ősszel. És hát itt a galagonya termése látszik, meg valami szőlő maradványok is benőtték az egészet. És hát ott már benne vannak a vadkörték is. De hogy ilyenkor pedig a madarak élvezik ugyanezt a sokféleséget. Tehát ezért jó ez a divers sövényebb, ez a sokféleség, mert itt a madarak szintén elkezdik, mondjuk érdekes módon nem a kökénnyel kezdik, azzal fejezik majd be. Tehát a virágzásban első kökény a rovarok miatt, rovarok számára, a termésérésben meg az utolsó, mikor már megcsipi a dér.
De sokszor lehet látni, hogy akár ilyen vándorlásban levő madár csapatok leszállnak, szépen csipegetnek annyit, ami pont arra napra nekik elég, mennek tovább, és hogy persze így terjesztik is, és hát így tud a valagonya tovább menni, mikor nyakára lépne már az erdő, akkor ő már rég odébb van, mert a madarak tovább vitték. Tehát a madarakkal ugyanolyan sokszólamú párbeszédben van ez a cserjesor, mint tavasszal a rovarvilággal. Úgyhogy ez egy nagyon különös, érdekes és szép történet számomra. Engem mindig lenyűgöz, hogy micsoda rend van, és hogy tulajdonképpen ez a, tehát, hogy a darwini létért folyó harc és kiszorítás és ilyesmi, ez egyáltalán nem igaz. Tehát természetben ilyen egymás segítő folyamatok és erők vannak, és ezt lehet fölismerni, mert ez mind a kettő, ez ugyanaz a cserjes sor végül is, de senki nem ültette. Ez itt szépen magától spontán a madarak közvetítésével megszületik, és folyamatosan alakul. Most a következő képen van egy ugyanennek a, hát egy hasonló része ennek a sövénynek, ahol a borbolya, sóska borbolya látszik, aztán csipkebogyó, aztán valami bangita, ez az elég nagy levelű, hátul ilyen keserű mandula magoncok, ez is ennek a, hát mondhatjuk, hogy egy elhagyott része a Budaörsnek, ez a törökugratónak egy, ez egyik kis oldala, ahol hát ezek a kis rendetlen, semmire nem jó tüskés bozótok élnek, de hát egy madár szemmel nézve ezt a madár vendéglőt ősszel, hát ez egy tökéletes élőhely, meg egy ilyen pihenő leszálló hely, ha valaki vándorlásban van. És akkor hát innen is persze viszik tovább a terméseket. Na most a következő kép, az... Én egy pillanatra megkérdeznék, hogy te használod ezeket, tehát mondjuk a borbolyát, én szoktam menet közben eszegetni, de hogy van a városban, a környékünkön van, és azt én így rendszeresen csipegetem, hogy te használod ezeket a növényeket valamire? Hát a csipkebogyót azt ebben az állapotban, hogy itt a képen van, szoktuk szedni, és akkor szárítani. Hát ezt én egyben megszárítom teának, mert a lekvárhoz nincs türelmem azt csinálni, de azt meg lehet szárítani. És akkor meg karácsony előtt szoktam így ágastól behozni, és akkor az egy nagyon szép szobadísz a csipkebogyó szerintem. Akkor már nincs rajt levél, de ez rengeteg piros termés, az nagyon szép. És hát az tulajdonképpen egész télen lehet használni a teákhoz, de nem forrázni, hanem áztatni a csipkebogyót. És akkor tulajdonképpen úgy a legjobb, hogy este beáztatjuk a kannába, kevés vízbe, és akkor ahhoz forrázzuk hozzá reggel azt a teát, amit szeretnénk inni. És akkor az föllangyosítja, benne van a C-vitamin már, meg a csipkebogyótól nem zavarosodik meg a teát, tehát az erjedését gátolja, mondjuk délutánig ott marad a kannába, akkor nem lesz opálos, hanem gyönyörű tiszta marad, kicsit savassá teszi azt a teát, úgyhogy na hát azt használjuk, hát a valagonyát azt, hát azt a szív lehetne használni szív izomerősítőnek, de azt akkor főzni kell, ha a termését használjuk. Hát a virágos ágvéget azt elég forrázni, úgyhogy azt is szoktam szedni, és akkor az egy valódi gyógytea. Ezt a borbolyát, hát ez nekem savanyú, de aki szereti a savanyút, hát az nagy élvezettel csipegetheti. És hát régen hozzáfőzték lekvárokhoz is, mert például almalekvárt lehet vele egy kicsit ízesebbé tenni. Szóval valami savanyú íz hiányzik valami lekvárból, akkor a borbolyából lehet mellé tenni. Jó, akkor igen, akkor következő képen. Na hát ez a kertnek, na itt van ez a bizonyos déli sövény. Hát ez ugye mindig attól függ, hogy éppen melyik szomszéd mit enged, vagy hogy van, de ez a sövény dél felől keretezi a kertünket, és hát pont ugye a déli sövény tövébe a komposztnak nagyon jó helye van. Mert ugye keletről reggel kap egy kis napot, nyugatról már kevesebbet, de mert pont ilyen a kert fekvése, de akkor délbe le tudja egy kicsit árnyékolni, temperálni, és akkor ez a bozontosabb dombot középen az a idei komposzt, kép, és akkor ez már majdnem egy éve gyűlik, ami ott van, és folyamatosan ugye rakom rá, ami képződik a kertben, meg a konyhába.
És itt a kert sarkában, ahol a felirat is van, na, az az előző évi komposzt. Tehát én 2 évig szoktam minden dombot érlelni, és akkor ősszel átlapátolom. Tehát ezt a második évest, amire büdöskék vannak, azt szoktam átrosszálni, és használjuk. És akkor ezt a bozótos első évest pedig szépen átlapátolom ennek a helyére, akkor ezzel be is oltódik, mert megtalálja azt a élő világot, ami ott marad a régi komposztom helyén. És akkor 2 év alatt érik át ez a komposzt, hát nem egészen földszerűvé, de már elteríthető a veteményesbe is, be tudjuk ásni. Meg ha átrostáljuk, akkor lehet bele palántázni, ültetni is. Úgyhogy ennek itt nagyon jó helye van, és hát a büdöskével, ha meg egyszer gondoltam, hogy bevetem büdöskével ezt a komposztdombot, a második éveset, akkor ott is ez a talajfertőtlenítő hatás lehet, hogy működik. Na, de a következő képen ott pedig sütőtök van ezen a komposztdombon. Igen. Hát ez a kanadai sütőtök. Na, itt ez már 2 másik domb, és akkor ott is látszik a friss rakás, ami egy év alatt ugye rakódik, vagyis ott egy tavasztól őszig, vagy késő ősztől következő őszig. És hát itt pedig ez a félérett komposzt, amin a sütőtök nagyon jól érzi magát, és akkor ezzel le is árnyékolja azt a dombot, és hát szerintem nagyon szép a sütőtök, mint növény. Szóval ezek a gyönyörű, hatalmas levelek, rajzos levelek, meg a virága is. És akkor hát még szokott is rajta érni egy ilyen kisebb sütőtök is, megérik rajta. És akkor végülis itt a sütőtök alatti félérett komposztna, ezt fogom ősszel átlapátolni. És akkor ezt, hogyha egy ilyen, hát én úgy szoktam most már legegyszerűbb, hogy a talicskába rakok egy ilyen gyümölcsös rekeszt, ilyen 30 cm magasat, abba lapátolom bele a komposztdombot lassan, és akkor azon át lehet rostálni. Tehát ami azon átmegy, abba ültetni is lehet következő évbe, vagy szobanövényeknek is jó. Ami fönnmarad, azt meg visszarakom, mert azzal oltom be végül is a friss komposztot. Tehát ez tele van olyan lényekkel, amik ott nagyon szépen folytatják a dolgokat. Na, a következő képre mehetünk ebbe a sövény történetbe. Hát ez is a déli oldalról lévő sövény, amit most már tényleg ugye a rajzon északon van a sövény, de egy déli sövény is a kert egy részén nagyon különös élőhelyeket tud létrehozni, és talán egyre nagyobb szükség lesz rá. És hát itt látszik, hogy a csipkebogyó kinyúlik ebből a sövényből, kihajlik. Hát egy kicsit rendetlen ez a sövény, illetve ki hogy érzékeli ezt. De hogy itt a déli sövény, tehát ha dél felül teszem a kertbe a sövényt, akkor az tényleg egy 1,5-2 méteres részt elég mélyen leárnyékol. És akkor oda mondjuk a levendulát, azt, hát annak ez egy kicsit sok ez az árnyék. Tehát nem közvetlenül a sövény mellett van, hanem azért vannak ott azok a mindenféle magasabb évelők a sövény és a levendula között. És akkor a következő képen látszik egy ilyen nagyon szép árnyékos élőhely, ami a sövény tövébe keletkezik, vagy a fák alatt. Na és hogy itt van hát egy csomó gyógynövény, ami szereti az árnyékot. Most ez alatt van a medvehagyma élőhelye, ez egy májusi kép, és akkor ilyenkorra már a medvehagyma behúzódik, és már elsárul a levele. Úgyhogy az már ilyenkor nincs jelen a föld fölött. Akkor itt a bal sarokban van a lestján levél, na az itt nagyon jól érezte magát, igen, ott van. És hát ugye a komposzthoz közel van, tehát tényleg kéznél van a húsleves példára visszatérve. Akkor itt ez a legjobban látszik a macska gyökér. Tehát ez egy nagyon szép növény, egy méter magasra megnő, és nagyon finom vanília illata van. Pedig ugye a gyökere az a büdös valeriána, tehát ez maga a valeriána növény, de a virága az nagyon finom illatú. És hát itt a macska gyökér alatt, mögött ez a kis petrezselyem-szerű világosabb zöld, na az a turbolya, ami hát egy finom ánizsos fűszernövény, ilyen zöld fűszernövény, de az is az árnyékosabb részeket kedveli. És hát talán még itt a komposzt tövébe még csalán is van, hát ez már megint nem tudom, hányadi komposztom, szóval ez itt egy ilyen árnyékos helyen lévő komposztom, igen, és akkor a csalán.
És hát azt érdemes ezen a képen megfigyelni, hogy ott páfrány is van még hátul, szóval volt itt minden ebbe a kertbe, de hogy ezek a növények mind puha nagy zöld leveleket nevelnek. És ez oda-vissza működik. Tehát, hogy az árnyékba akarok növényeket ültetni, akkor a sötét zöld puha nagy levelű növényeket kell oda tennem, mert ezt a kevés fényt, ami az árnyékban van, ezen a nagy felületen tudja jól hasznosítani. És hogy itt egy szélvédett terület is van a sövény miatt, tehát ez azért tud, azért nagyobb leveleket is növelhet nyugodtan, és hát ezt a kevés fényt ugye nagy felülettel tudja elnyelni. És hát a következő kép lehet, hogy az már az lesz, amire gondolok, már felejtettem a sorrendet. Ja nem, akkor csak jegyezzük meg, hogy sötét zöld növényt a árnyékba ültetünk. Tehát ez a következő kép, ez amikor ilyen nagyon intenzíven használtam ezt a kertet, és kevés hely volt, és akkor volt ez a fajta komposztáló, ami hát nem rossz végül is, meg rendezettebb sokkal, meg igen, tényleg kevesebb helyet foglal, mert nem folyik le az oldalán a föld. Úgyhogy így is lehet a komposztot persze tartani. És akkor végül is a fontos, ez a komposztálók sora mögött az a kis bozót ott a kerítés szélén, tehát az az a bizonyos garád, ott a nyesedék talán látszik ott a komposztládák, az a sarokba, igen, ez a legfontosabb része a képnek. Tehát, hogy ilyen módon van ott a nyesedék fölhalmozva. És hát erre itt nyáron is kerül néha valami, de alapvetően ez ugye a tavaszi meccéskor rakódik a tetejére a következő adag. És hát ez volt a munkahelyem 20 évig, ez az asztal, itt cserepeztem, és akkor itt voltak a kis cserepes fűszernövények. Úgyhogy ez a igen, tehát végül is ez a sövény elindításának a legegyszerűbb módja, ez a nyesedék halmaz a kerítés tövébe. Na és akkor nézzük a lakókat itt a sövénybe, a következőképpen, hogy itt vannak ezek a szerelmes éticsigák. És hogy mennyire jól illeszkednek színbe is, meg minden szempontból ehhez az élőhelyhez ezek az állatok. Tehát egy teljes megfelelés van, hogy ő itt egész nap, part úgy töltheti, hogy mindig valami kis nyírkos korhadékba bujkálhat. És hát aztán itt éli az életét, itt szaporodik, ide bujik télire, tehát hogy ő neki ez az élőhely nagyon megfelelő, és ő is megfelel ennek a kertrésznek. Úgyhogy ez az egyik kis lakója a nyesedékhalomnak. És akkor következő, hát az persze a süni. Na hát ő meg a komposztba is szokott tanyázni, és akkor ezért mert egyszer-kétszer már megjártam, hogy kiborítottam a komposztból, ha túl későn, vagy túl korán forgattam át a komposztot. Tehát akkor legjobb, amikor, mondjuk most ahhoz lehet kötni, hogy mikor a sütőtök megérik, akkor kihúzzuk onnan a tököt, és akkor, na, akkor lapátoljuk át a komposztot, akkor még csak október van, még a sün nem költözött bele. De hát itt ez egy novemberben kiborított sündisznó volt, egyszer így sikerült. Úgyhogy a erre is kell gondolnunk, hogy más is használja ezeket az élőhelyeket, és hogy akkor így tulajdonképpen októbertől március végéig nem illik a komposztba, főleg vasvillát beleszúrni, mert ki tudja, ki lakik benne. Úgyhogy itt megint ez az élőhely biztosítás, ez fontos, és nagyon érdekes, hogy hányféle lakója lehet a kertnek, és hogy hányféle élőhelyet vesznek igénybe ezek a kis hasznos lakók. Akkor a következő kép, na itt van az a, ez a lipai féle fűszernövény sövény. És hát ezt egyszer egy iskola kertbe próbáltuk megvalósítani. De megnézem, hú, már 7 óra van, hittem, Ildikó, mennyi idő vagy, nyugodtan beszélhetek még a... Jó, nem hallom, de körülbelül látom, hogy akkor még... Jó. Tehát, hogy ez itt a lipai féle sövény, és akkor itt egy olyan kis veteményest hoztunk létre, ami, hát ez egy iskola kert, vagy egy napközis tábor kertje volt, ahol a középkori zöldségnövényeket ültettük ebbe a kertrészbe. Mert ez nagyon különösen elválik, ez egy régész, hogy üzemeltette ezt a kertet, és akkor szétszedtük az amerikai növényeket, meg az európai növényeket.
És akkor, hogyha ez a lipai középkori kertjének a rekonstruálása, akkor ebbe a paradicsom, paprika, krumpli, napraforgó ne legyen. És nagyon érdekes volt így ezt a két kertrészt összehasonlítani látványba is, meg méretben, meg habitusba, virágszínekbe, hogy mennyire más volt a kertkultúránk, mielőtt az amerikai növények tömegesen megérkeztek, és elkezdtük őket használni a kertjeinkbe. És hát ezek itt még a saláta, meg a retek, meg a répa, na ezek az európai növények mondhatni. Ez egy ilyen európai veteményes kert. És akkor itt van levendula a sövényi részébe, a zsája, és akkor a zsája mellett van a ruta, ami egy ilyen ritkán látott növény. Hát ezt már lehet, hogy most nem tenném be, mert ennek az érintése, ahogy egyre erősebb a napsütésnek az ereje, ez tényleg okozhat ilyen kis apró égési sérüléseket az emberen, tehát hogy ezt azért így sövénybe, pláne egy gyerek táborban most már nem tenném bele a rutát. De nagyon érdekes ennek is a kultúrtörténete, hogy hát ezt még a rómaiak ezelőtt 2000 évvel is tudták, hogy a ruta elriasztja a kígyókat, meg a varangyokat a kertből. És ezért mindig a zsája mellé ültették, hogy a zsájára ne telepedjenek rá ezek a csúszómászó állatok, mert akkor azoknak a váladéka a zsáját megfertőzi, és akkor aki ezt a zsáját fogyasztja, az valami mérgezést is kaphat ettől. Úgyhogy a ruta volt a kígyóriasztó abban az időben. És akkor hát ezt mindenféle középkori kolostorkerti tervrajzon, ez a két növény mindig egymás mellett van. És hát nagyon szép, és szerintem az illata is nagyon finom, de tényleg már nekem is okozott ilyenfajta bőrkiütést, úgyhogy... És érdekes, hogy csak napsütésbe. Tehát a napsütés felfokozza vagy a bőrérzékenységét, vagy a ruta hatékonyságát, nem tudom. Úgyhogy azt csak olyan helyre tegyük, ahol nem gyomlálunk minden nap, ha egyáltalán szeretnénk rutát. És hát a sarkon pedig, meg ott a hátsó sarkon is fehér üröm bokor van, amiből körülbelül ennyi elég is a kertben, mert az ürömnek az abszintin a leveléből úgy kicsorog oda, és azt a földet, szóval, hogy ott az abszintin így elterül a földön, és akkor annak van egy csírázás gátló hatása. Tehát a fehér üröm, hogyha levágjuk így nyár közepén, mikor már túl magas, akkor azt soha nem rakjuk a komposztra, mert abban is benne marad ez a furcsa hatás, hanem na például az is mehet a sövénybe, oda a sövény aljára. Ott nagy gondot nem csinál. És hát azért egy, tehát ürömből se fogyaszt annyit az ember teaként se, hogy akkor a bokrok keljenek, de úgy érdekességként egy-egy bokor eltér benne a kertbe, de ugye a szomszédait óvni kell tőle. És hát levendula, izsóp is mehet ebbe a szegélybe. Hát itt izsóp, azt hiszem, talán itt a közvetlen a zsája minden oldalán, az azt hiszem izsóp volt, de ugye ez még egy májusi állapot, tehát még nem hozták ki a virágukat. De azért úgy el lehet képzelni, hogy ha ez virágzó sövény, meg már mondjuk következő évben erősebbek ezek, hogy azért az is lehet egy méter széles, meg majdnem egy méter magas ez a kis fűszernövény sövény. Úgyhogy ilyesmi lehetett a lipai kertje ezelőtt 3-400 évvel. És akkor a következő képen meg azt látjuk, hogy ezek a kolostori fűszernövények, hogy is néznek ki. És ha így visszaemlékszünk arra az árnyékos kertrészre, a puha nagy zöld levelekkel összehasonlítjuk ezt a kertrészt, ahol egy délnyugati lejtőn, a száraz, kemény agyagtalajon élnek ezek a növények, akkor megint azt látjuk, hogy na, ezek pontosan megfelelnek ennek az élőhelynek a habitusukkal, a kinézetükkel is. Tehát hogy ezek a kis kolostori növények, ott levendula van a háttérben, zsája, és itt meg háromféle kakukkfű, mert az egyik már virágzik, a másik még csak bimbos, és a bal felső sarokban meg szurokfű készülődik, ugye az később fog nyílni. Tehát hogy ezeknek apró levelük van, és sokszor ezüstös, vagy molyhos, vagy viaszos a levelük. És akkor ez a vékony kis, néha olyan szinte tűszerű a kis vékony a levelük, ez pedig pontosan kifejezi azt, hogy ők az erős napsütés ellen és a szél ellen tudnak ezzel védekezni. És akkor ezen az erős napsütésen ez a viasszal árnyékolt és szőrözöttséggel
hőszigetelt levél az, ami pontosan megfelel ennek a célnak, hogy a napos helyet mivel ültessem bele. Tehát, hogyha tétova vagyok, mert kaptam egy cserépvirágot, hogy hova rakjam a kertbe, még ha nincs is rajta jeltábla, akkor is csak rá kell néznem, hogyha vékony ezüstös levékéi vannak, akkor a napra ültetem, ha puha zöld levelei, akkor az árnyékba. Tehát ez egy nagyon jó támpont rögtön, hogy mit kezdjek vele. És hát itt is látszik ez a rovar eldorádó, hogy ugye itt a kakukkfű éppen teljes pompájában van, a kerti kakukkfű, és hogy a levendula hátul ott készülődik, és a szurokfű még teljesen zöld. De hogy ezek itt szépen szintén egymásnak fogják adni ezt a virágzó lehetőséget a rovaroknak. És ugyanaz, amit a sövénynél már elmondtam, de itt is megfigyeltem éveken át, hogy egyikről a másikra át tudnak szállni, és folyamatosan jelen vannak. És akkor hát nem kell ide rakni a közepébe egy mélykast, mint egy repceföldnek, hogy most aztán ez van, ezt egyétek, most két hétig ez van, aztán majd máshol viszünk, hanem hogy folyamatosan jelen van rengeteg féle növény, és akkor így egy nagyon szép, változatos, harmonikus táplálékhoz jutnak nem csak a méhek, hanem a vadon élő, megporzó rovarok is. És hát végig is ez a biodiverzitás, amire törekszünk folyamatosan a kertbe, ez a sokféleség, és hogy minél több eleme van ennek a sokféleségnek, annál egészségesebb és jobban működik, szebb harmóniába tud létezni, mert ezek folyamatosan nem fegyelmezik egymást, hanem befolyásolják, hogy egyiket sem engedik túlburjánzani, se a hasznos, se a haszontalan rovarokat, hanem szép egyensúlyban vannak is. Hát erről mindig eszembe jut ez a Szent István intelmei, hogy az egynyelvű, egy szokás szerint élő ország gyenge és törékeny, hogy valóban ez a sokféleség adja az erejét ennek az egészséges kertnek. És hát igen, egy biokert, ez mondjuk így néz ki. De hogy ez a napos része is, az volt az árnyékos része, de a sokféleség az mind a két helyen. Meg hát vannak persze ilyen átmeneti helyek, mint ahol a citromfűszeret. Tehát hogy minden hát a megvilágítottságnak, meg fekvésnek, meg vizellátottságnak megfelelő kis négyzetméterre megvan az optimálisan oda ültethető növény is, ami ennek pontosan megfelel. És hát közben a növények is alakítják magukat, az élő helyeiket is maguk körül. Hát a fák az árnyékukkal mindenképpen, de hát minden növény folyamatos légcserébe, meg párologtatással, vízcserébe él az élő környezetével. Úgyhogy hát itt azért persze kilátszik itt-ott a termőtalaj, de nem nagyon, tehát itt is azért egy elég sűrű borítottság van ebbe a kertbe. Na akkor a következőn van a levendulán egy gyönyörű lepke, és hát igen, amikor elég sok levendula van a kertben, egyrészt mert az öntözés nélkül is megvan, másrészt ugye a piacra nagyon jó volt, hogy csokorba is lehetett vinni, meg később lemorzsolva, tehát egy ilyen praktikus növény volt mindenképpen. És hát akkor rengeteg pillangót bevonz, amikor legszebb virágzásban van. És akkor egy kérdés, hogy ez a pillangó hernyókorában hol lakott? Mert itt nem a levendulán, ez biztos. De hogy hát ennek a most ez már megint nem tudom, alig, hanem ez a kardos lepke. De ezeknek a hatalmas, a fecskefarkúnak is, meg a kardos lepkének is a hernyója, nagyon szép látványos zöld hernyók, ilyen piros, meg sárga pöttyökkel. Ugye azok például az édeskőményen szeretnek lakni, és ott táplálkoznak, és ott is bábozódnak be. De hát az édeskömény nem mindig van a kertben, hogy elég ritkán sikerül, de például után is láttam többször őket, meg a tavaly meg a sárgarépán araszolt ez a gyönyörű, szép, nagy zöld hernyó. És érdekes, hogy nem tarolt le egy-egy sárgarépát teljesen, hanem mindig odébb állt, és akkor mindegyikről egy kicsit evett, aztán megint odébb ment, mint a hófehérke a törpék tányérjából. Szóval, hogy ezek ilyen nem aratni szoktak az állatok, hanem csak úgy gyűjtögetnek, meg csipegetnek, úgy vettem észre. Mert talán tudják is, hogy az jövőre is kell, hogy hozzon, tehát hogy nem pusztítják el a növényt, tényleg nem aratják és takarítják be az egészet,
Csak annyit esznek meg róla, hogy maga a növény is tudjon tovább nőni, mert hogy jövőre is szükségük lesz ilyen bábozódó helyekre. Szóval végül is megúszta mindegyik sárgarépa, mindegyikről csak egy levelet tevet meg ez a hernyó körülbelül. Ám bár az is lehet, hogy a hernyó érintésére rögtön valami olyan anyagot termel a répa, amitől rossz ízű lesz a levél, és akkor már hernyó odébb állhat egy következőre. Szóval ilyen fajta hatás is nyilván van. Na mindegy, oda akartam eljutni, hogy ezeknek a hatalmas nagy pillangóknak a hernyói nem túl kedvesek, de közben például a csalánon nagyon sok szép a nappali páva szemernyója kifejezetten a csalánt preferálja. Úgyhogy ha én azt szeretném, hogy a kasvirágon nappali páva szem pillangó legyen, akkor a kert sarkában a csalánt kell meghagynom, és nem szabad az egészet teának megszárítani, meg megenni frissen tavasszal főzeléknek, hanem hagyni kell, hogy fölmagozzon, és az se baj, ha rágott az a csalán, mert akkor elgondolhatom, hogy itt valahol egy hernyó rágott, aki most már valahol bebábozódott, és pillangóként fog inkarnálódni legközelebb valahol a kertbe. Tehát, hogy ez is megint ez a sokféleség, és hát ebben a kertben, mikor ott a biokontrollnak próbáltuk összeszedni a hogy hányféle növény van a kertben, hát olyan 200 körül növényfaj volt, és hogy ez adja meg ezt a biztonságot, hogy tényleg soha nem kellett vegyszert használni 20 év alatt. Igaz, hogy olyan nagyon igényes növényekkel nem is próbálkoztam, meg a virág és a fűszer az amúgy is nagyon közel áll a vad alakokhoz, tehát tényleg nem túl tápanyagigényesek, és nem is olyan érzékenyek, mint aki mondjuk fólia alatt akar paradicsomot termeszteni, vagy őszi barackot, szóval az sokkal nagyobb kihívás, de meg lehet csinálni a bio módon azokat is. Na, úgyhogy a lepkékre így kell rátekintenünk, hogy majd közben kimélettel a hernyó korukra mindenféle növényt megtűrünk a kedvükért. És akkor a következő kép az a na hát, és már itt a veteményesbe beérünk lassan. Tehát, hogy ezt zsámbékon csinálta valaki ezt a kertet, és akkor elküldte a képet, hogy szerinte így kell ezt a vegyes ültetést csinálni, hogy szép is legyen. És akkor itt a karók körül persze ott vannak a paradicsomok, de akkor egy gyönyörű bazsalikom sövény, és akkor azon kívül ugye büdöske. És hát ezt itt tényleg sokkal látványosabb meg. Szóval nem csak úgy közé szórva, hanem hogy így is lehet a fű, tehát a diszkert részt leválasztani a gazdasági kerttől. Úgyhogy ez egy nagyon szép rendezett példája ennek. Úgyhogy hát ez igen, szóval ez egy szép példa. Úgyhogy a sövény az ilyen egészen egynyári módon benne véteményesbe is megjelenhet, tisztító módon is. Akkor a következő kép, hát ez az én kertembe készült. Hát itt ez a káosz, ami a védőnövények annyira védik ezt a paradicsomot, hogy tényleg alig látszik ki. De azért végül is ez rugas paradicsom volt, tehát kiemelkedett, és a fölül azért tudott teremni is. De azért talán látszik, hogy ez a paradicsom, amit kinézeket, azért ez egy nagyon egészséges, szép gyümölcs. Úgyhogy ez a büdöske bazsalikon védelem, ez tényleg jól működött. És hát a paradicsomot azt én is szoktam mulcsozni, de általában a csalánt használom rá, meg a fekete nadájtő hajtását, levelét. Úgyhogy azt a fekete nadájtővet, amit többfelé a kertbe fölbukkan, de amúgy árokpartokon be lehet gyűjteni, tehát annak a zöld része, az egész föld feletti része, az nagyon sok káliumot gyűjt be a talajból. És akkor, ha én ezt így leterítem a paradicsom bokrok alá, akkor ezt a káliumot valami módon át tudja adni a talajnak, és onnan a paradicsom fölveszi. És akkor a kálium az ugye abba segít, hogy ezek a bogyók, a termései azok keményebbek legyenek, és a héja erősebb lesz, és ezért a kártevő nem tudja esetleg átszúrni, vagy a gombabetegségek nem tudják olyan mértékben károsítani, hogy ott lefoljon a bokorról, tehát annyira tönkre menjen, úgyhogy így tudok káliumot adni ennek a paradicsomnak. És hát itt megjön ez a fajta gondolkodás a növényvédelemben, hogy a növényt hozom olyan kondícióba, ebbe a boldogságba, sok színűségbe,
úgy keresem meg a helyét, hogy egészséges legyen, és nem táplálom túl, és akkor, és hát ugye csak komposztot kap meg, néha szárított, na, mit is, szárított maratrágyát néha szoktunk beásni. Igen, most látok egy kérdést, igen, hogy permetlevet készítek-e belőle. Hát én nagyon, hát szóval lusta vagyok rá, tehát nem szoktam bonyolítani. Csináltam már ilyen erjesztett csalálevet, és akkor abban a hordóban raktam a dájtövet is, mert igen, én is olvastam, hogy ez így működőképes. De, hát igen, de sokkal egyszerűbb lesarlózni, és oda teríteni a növény alá. És nagyon hamar eltűnik, tehát ez érdekes, hogy az 2-3 hét alatt mind a két növény ott elenyészik a paradicsom alatt. Úgyhogy aztán végül is én tényleg mindent ráhordok erre. Most pont máma nézegettem, hogy az egész ásott, kapált veteményesünk az ugye az 5% a kertnek területre. Tehát összes többi részéről, például a levendulát is, ha most már ugye nem tudom eladni, amit levágok, ami elnyílott, a zsája, virágokat, a muskotás zsáját, szárastól, mindenestől, tehát mindent oda hordok én is alája, ami másonnan a kertből is kikerül a nyár folyamán, meg persze a gyomokat is, amit kirángatunk, azt is ott hagyjuk a veteményesbe. Úgyhogy tulajdonképpen múlcsozunk rendesen. De permetlére nem, szóval azt egyszer-kétszer csináltam, de nem több bonyolult meg higítani, meg kanna, meg szóval nem, ezek nem egyszerűbb oda tenni alája. Na hát akkor a következő kép, igen, ez a na ez a spenót, ez egy spenót fának nevezett dolog, ami nem tudom pontosan miféle növény, itt a laboda meg a spenót között van valahol, és hát ezt a sógoromtól kaptam magot, és akkor ezt így körülbelül már most is lehetne csinálni, hogy rászórni a talaj tetejére, és akkor begerebézni, vagy még legjobb, mi, hogyha ugye nekünk ilyen fölásott ágyásaink vannak ilyenkor, tehát télire mi fölássuk, és akkor azt a fagy gyönyörűen szétszívja, ahogy ezt csinálták ezer évig mindig a Kárpát-medencébe, és akkor ilyenkor lehet ezt a földet egyedül gerebézni, tehát ez az a ritka pár nap, ezt úgy hívták a talajtanon, úgy tanultuk, hogy perc talajok, az agyaktalajok, hogy nagyon nehéz benne dolgozni, de amikor átfagynak a rögök, akkor utána ilyenkor gyönyörűen el lehet gerebjézni, és akkor már az első eső megveri, akkor ezt már nem lehet többet. Tehát ez tényleg csak ilyenkor lehet. Úgyhogy mielőtt elgerebjéznénk, akkor a legjobb beleszórni ezt a spenót magot, így ömlesztve. És akkor hát ez abban az évben egyszer éppen ilyen nagyon sűrűn kikelt, tényleg ilyen erdőszerűen borította azokat a részeket. És hát persze annyi spenótot nem eszünk meg aztán jönnek a tetvek, meg szóval valamennyit azért mindig lehetett róla szedni. És hát először ugye szedtük a spenót levelet, aztán ott a bal oldalon látszik, hogy ott már vannak babsorok, meg ott ilyen palántás ládák vannak még. De amikor a babot is belevetettem májusba, akkor onnan kihúztam annyi spenótot, hogy akkor oda most babot vetünk, és az ott van mellette lefektetve a spenót. Tehát ott helyben maradt, mint mulcs anyag. És hogy a spenótnak a gyökérzete, az nagyon jó tesz a talajnak valami módon, olyan módon hagyja maga után a talajt, hogy jobb, mint előtte volt maga a talaj. Meg eleve, hogy itt májusig ilyen zöld takaró van rajta, ez így nagyon jó tesz ennek a földnek, úgy tapasztaltam. És hát itt már ott tartunk, hogy már kihúzgáltam őket tövestől, közben a javát még legyűjtöttem, és akkor itt is még ilyen kis udvarokat csináltam a spenótba, és abba raktam a cukkini magukat. Úgyhogy ez már egy ilyen jó májusi állapot. Ja, és a spenótot mikor vetem el? Hát március, április, amikor éppen már rá lehet menni a talajra, mert az nem meleg igényes különösebben. Úgyhogy ez az egyik módja, ez a szórvavetés, és akkor abban az évben ez tényleg be is jött. Aztán másik évben nem sikerült, szóval ez nagyon furcsa. Lehet, hogy tényleg a vetési naptárt is komolyabban kéne venni, de lehet, hogy pont egy olyan évjárat volt, hogy szárasság volt, vagy ki tudja. Szóval volt egy ilyen év, mikor ez ilyen nagyon biztatóan sikerült, ez a spenótos elővetemény. És akkor a következő képen, aztán még mindig ez a spenót, igen,
Szóval egyszer így is próbáltam csinálni, hogy sorba vetettem a borsóval felváltva a spenótot, és akkor úgy gondoltam, hogy majd a borsót érik szépen, és a spenót pedig előbb lejön, és oda fogom palántázni a paradicsomot. És hát végülis ez is lett a sorsa a spenótnak, de aztán mégse egészen, mert hogy rájöttem, hogy a borsó szépen rá tud dőlni, és a spenót végül is megtámasztotta a borsót így. Úgyhogy ott érett be mellette, és hát folyamatosan szedtük a spenót leveleket, és hát közbe tartotta a borsót. Szóval ez teljesen véletlen volt, de hát így sikerült. De aztán tényleg utána, amikor már a paradicsom, hát aztán cserébe előnevelgettem a paradicsomokat, de amikor már úgy gondoltam, hogy mert tényleg kint jobb lenne nekik május vége felé, már úgy kint, hogy a cseréből kiültetve a földbe, hát akkor kihúztam a spenótokat, és akkor ez a borsó ottan még elfeküdt, és még beérett, és akkor ugye a borsó megadta neki a nitrogént utána, mert ugye ott maradnak a gyökerein a gyökere után a borsó, meg a bab, de főleg hát itt a borsóról van szó, hogy a nitrogénnel gazdagítja a talajt. Úgyhogy ez így, hát végül is nem volt ez így rossz. Szóval ez volt egy ilyen rendezettebb elgondolás. És akkor itt volt közben egy kérdés, de majd a végén akkor inkább sorra vesszük őket, jó? Hogy akkor igen, na itt van, mikor a cukkini már szépen fejlődik, és akkor ami alatta van, ez a mulcsanyag, na ez a spenót maradványa, amit ott helybe ott hagytam. Meghagytam persze magot hozni egy párat belőle. És hát itt kapor volt ennek az ágyásnak a szélén, és akkor itt van legjobb sarokba lent egy ilyen magrókert paradicsom. Most én úgy láttam, hogy a paradicsomok közül azok kelnek újra magból, azok kelnek ki, amik ezek a vad, hát vad, szóval ezek az apró koktélparadicsomok. Tehát ezek szanaszét kelnek a kertbe, de a nagyobbak nem szoktak nekem így maguktól újra kelni sehol. Úgyhogy a nagyobbakat azt hát begyűjtjük a magot, szépen újra nevelem, de szabad földön a paradicsomot is, vagy veszek egy pár palántát a piacon. De ami így szanaszét ki kell, azok valószínűleg a kis koktél paradicsomok lesznek, és hát ha olyan helyen van, akkor csak egy karót teszünk mellé, és akkor nőhet. De ilyen korábban még simán át lehet palántázni, és sorba vagy máshova tenni ezeket a kis magrókert paradicsomokat. És hát ezek tényleg nagyon erősek, ilyen kis szerelem gyerekek, vagy anyósom azt mondta rájuk, hogy az abi paradicsom, tehát ami ugye nem ő vetette, de nem törvényes, hogy ő ott van, de azért ő ott van. Úgyhogy ezeket, és hát ha a piacon veszünk kis palántát, meg ezeket is átültetjük, akkor érdemes félig beásni a földbe, tehát egészen mélyre ásni, hát onnan leszedjük a levelet, amíg a földbe kerül, de ott az a szár rész az gyökeresedik, és ugye jóval lejjebb kerül így a gyökere egyből, és akkor ott sokkal nagyobb biztonságban tud növekedni, és hát mélyebbre tud menni a víz után. És akkor itt van egy paprika palánta, hát aztán rájöttem, hogy azt onnan ki kell emelni, mert a cukkini nagyon gyorsan fejlődött már ekkor. De hát aztán odébb került, a salátát megettük, a kaprot megettük, úgyhogy ez itt hamarosan ezt az egész területet a cukkini elborította. Na és akkor mehetünk tovább megint. Hát ez ma augusztusban körülbelül lesz a kertrész, és hát már a paprika ott cserébe van ott följebb. De ez is különös, hogy hát ezt a 30-40 éve műveljük lassan ezt a kertet, mindenféle volt már ebben, sokféle használata volt. De arra az első pár évben rájöttünk, hogy a paprika itt nem érik be. Tehát ez a hideg agyagtalaj, ez a paprikának nem jó. Meg hát ez egy elég szóval mélyen van a kertnek ez a része, és akkor a lejtő alján sokkal hidegebb van, mint följebb. Úgyhogy itt paprikát tulajdonképpen nem érdemes, de a paradicsom már annyival jobban bírja a hűvöset, vagy annyival kisebb a hőigénye, így is lehet mondani, hogy a paradicsom mindig nagyon jól működött. És akkor ilyenkor az ember legjobb, ha lemond a paprikáról. Úgyhogy hát akkor jó, hát akkor az nem. Úgyhogy azt veszünk majd a boltba, vagy a piacon. És hát itt elő látszik a cukkini, hogy már milyen messzire elmászott a helyéről, már kijött az ágyásból. És akkor, hát ez még augusztusban még mindig cukkini, úgyhogy ez folyamatosan hozta a termését, és hát ez egy nagyon jó
bevált nekünk, hogy amikor a paradicsomot befőzzük, augusztusba, szeptemberbe, vagy a több menetbe évig, akkor abba mindenféle fűszert bele szoktam most már főzni, meg paprikát is, meg hagymát is főzünk bele, és akkor együtt passzírozzuk át, és akkor hát egy ilyen kakukkfűágakat azt kidobjuk ugyan, de hát az ellerből is ilyenkor nagyon szép levelek vannak, rengeteg bazsalikom levelet belefőzünk, és azt szépen átpasszírozzuk a paradicsommal együtt. És a cukinit azt már 2 éve csináljuk, hogy azt is belefőzzük. Tehát meghámozzuk, és akkor, mert ugye akkor éppen túl sok cukkin is van. És akkor ez a cukkini belefő a paradicsomba, teljesen ugye át lehet passzírozni, és nagyon finom, sűrű, sejmes paradicsom levest lehet belőle lefőzni. És hát ilyenkor, ha előszedjük ezeket az üvegeket, ugye ebben az egész nyárnak az összes fűszere benne van. Úgyhogy ez egy, szerintem nagyon jól lehet így tartósítani a fűszernövényeket, hogy belefőzzük a paradicsomba. És akkor ilyen egészen különös kombinációk jönnek ki, hogy van az elleres, meg a cukkin is, meg a bazsalikomos, és akkor hát ez mind egy kicsit más aromát ad, meg ahogy ugye augusztus közepétől szeptember végéig mondjuk megy ez a befőzés, hát minden héten más az, ami dominál a kertben is, amiből éppen a legtöbb van. És akkor azt az időszakot tudjuk ezzel átmenteni a télbe. És hát ez, igen, hát ez szerintem nagyon fontos, hogy a paradicsom lé, a kamrába, meg a legvárok, azoknak a tárolása nem igényel folyamatosan elektromos energiát. Mert ha mi hűtőbe pakolok valamit, akkor az éjjel-nappal megy a fogyasztja az atomot, meg a zöld áramot, meg mindenféle szörnyűséget, amiből az áramot ugye előállítjuk. Úgyhogy erre... Ja, ezt most látom, hogy a cukkini mennyire érződik a paradicsomlébe. Szóval az íze az nem érződik, hanem sejmesebb és sűrűbb lesz tőle. Szóval egy más állaga lesz annak a paradicsomlének. Úgyhogy mi te most nagyon szeretjük, úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy amikor ezek együtt érnek, akkor mehet bele a cukkini. Szóval sűrűbb is lesz tőle, de van egy ilyen különös, igen, mondjuk sejmesebb lesz az íze, ha ez így értelmezhető. Na és mert hát itt is látszik a múlcsolásnak az eredménye, hogy hát mindenféle van ebben, hát a borzaskata is szárastól, magostól, tehát mindenféle virág meg fűszernövény, ami előjött, meg arra is gondoltam, hogy hát a poloskákat elriasztom azzal, hogyha mondjuk levendulával múlcsozok. Hát nem tudom, mennyi lett volna anélkül, de nagyon jó illat volt, ahogy ott ráléptünk, és akkor az ott mindig följött ezek a fűszeres illatok a kertbe szanaszét. És akkor az utolsó kép következik, azt hiszem. Hát ez egy majdnem mostani állapot, szóval most még nem tartunk itt, de mondjuk március 15-ére ennyi mindent lehet a kertből már begyűjteni. És hogy ezek meg ugye nem a vetteményesbe laknak, ezek a fűszernövények, hanem hát a virágok között, meg a sövény mellett, tehát középen van a madársaláta, az a két kis levélke. Hát ez például a ribizdi bokrok alatt lakik most, és hogy hát ez úgy képződik, hogy az ember tavasszal elvett egy zacskó madársalátát, tehát abból lesz egy ilyen gyér kis sor, de azt nem is eszem meg, hanem azt hagyom felmagozani. És akkor ez úgy valamikor nyár elejénre el is pusztult, de közben rengeteg magot szétszór. És akkor hát pont egy ilyen kis háborítatlan hely, mint a ribizli bokrok alja. Na ott aztán ez szépen megvan nyugalomba, és akkor tél végén, vagy talán ez már ősszel elkezdett csírázni, és hát ilyenkor szüretelhető. Hát szóval ilyenkor aztán szinte mindet ki lehet húzgálni, és meg lehet enni, csak azt nem, amit meghagyunk magnak. És akkor már több ilyen kis telep van a kertben, a szamóca között is van. Hát ilyen árnyékos helyeken tényleg az évelő virágok között nagyon jól megvannak, de mindig hagyni kell, hogy ő maga tudjon magot érlelni, és azt el tudja szórni. És akkor hát alul a pitypank, hát ez nem egy különös dolog, de még a virágzás előtt ilyenkor, hát márciusban, április elejéig tényleg nagyon finom íze van. Tehát hasonlít a salátára az íze. Ilyenkor még nem túl keserű, és hát amúgy meg tudjuk, hogy minden ilyen keserű növény nagyon jó a méregtelenítésre, a máj epe serkentésre, a máj tisztítására,
Úgyhogy ezeket így beleaprítjuk a többi közé. És akkor a petrezselymek, amik áttereltek, benhagytunk, levélpetrezselymet. Na, az a másik, ami Budaörsön nem nőnek meg ezek a gyökérzöldségek, mert ebbe az agyakban nem tudnak befúródni, szóval itt csak a levélpetrezselynek van értelme. De az ilyenkor újrahajt, úgyhogy már akkor március közepére ilyen lesz. És akkor mellette van a tatárhagyma, ami hát olyan, mint a snidling, csak lapos és fokhagyma ízű. Tehát a snidling az ugye hengeres, és a tatárhagyma meg ilyen lapos levelei vannak. És ott ilyen édes kés, ilyenkor kifejezetten édes fokhagyma íze van. És hát ugyanúgy évelő módon fog viselkedni, szép tehér virága van augusztus végén, szeptemberben, és nagyon szívós növény, tehát ezt is úgy, aki szereti a fokhagymát, érdemes a kertbe becsalogatni, és évelőként, tehát hogy olyan helyen, ezek ugye nem az ásott veteményesnek a növényei, hanem a többi része a kertnek. Hát aztán ott vannak a medvehagyma levelek. Na most abból mondjuk, ha egy ilyen kis medvehagyma bokron van 10 levél, akkor mondjuk 3-at, 4-et eszünk meg, a többit azt hagyjuk, mert mégis akkor kezd még asszimilálni, és abból építi föl a hagymát újra, és abból fog jövőre kihajtani, tehát soha nem sarlóval aratjuk ezeket, hanem csipegetünk róla annyit, hogy ilyen fenntartható módon, mint a fecskefarkú lepkehernyója garázdálkodik a répán, tehát hogy valamennyit elviszünk, és akkor hagyjuk, hogy jövőre is legyen, és tudjon ez a növény építkezni még a zöld levelekbe, hogy ott a műhely, hát abba asszimilál, és aztán gyűjti le fel a hagymába, amit itt a tavasz alatt össze tudott szedni. És nagyon aranyosak a medvehagymák, amikor magot is hoznak már, mert akkor egész magasra fölnyúlik a virágszár, és utána magokkal eldől az a szár, és hát el tud dőlni 25 centire a tőtől, 20-25 centire, és következő évben ott jön ki egy ilyen kis csoport medvehagyma fióka, palánta, mert hogy itt tudja a távolabbra terjedésének ez a módszere, hogy jó hosszú termés ágazatot növel, jó hosszúra, magasra kihúzza a termést, és akkor azzal mindenestől eldől, és akkor ő annyit lépett előre maga mellett, maga körül. És akkor hát ezt is figyelni kell, hogy ott, ahol a medvehagyma lakik, ott aztán soha nem ásunk, nem kapálunk, hanem hát mondjuk oda rakjuk mellé a lestyánt, meg a turboját, meg a macskagyökeret, és akkor annak az árnyékába szépen ő éli az életét, mint ami 7-8 hónapot a föld alatt, ilyenkor meg 2-3-at a napvilágon. És akkor van itt még snidling, hát az ugye egyértelmű, hogy annak lenni kell, és a csabaire vérfű, ez a kis összetett levelű, ami itt a törökugraton vadon is van. Hát ez is egy ilyen kicsit keserni és ízű fűszernövény, de inkább olyan, mint a zöld dió, olyan módon kesernyés. Úgyhogy ezeket így ömlesztve tesszük. És hát igen, ezek a sötét zöld növények, ezek a bőti időszaknak a méregtelenítő növénykéi. Úgyhogy ez nem véletlen, hogy az egész tányér ilyen színű, ami rajta van, mert hogy pontosan erre van szüksége ilyenkor az emberi szervezetnek is. És hát az is különös, hogy ezek a klorofillal tele vannak ezek a növények, vagy a klorofill molekulája az pontosan olyan, mint a hemoglobin. Csak az egyikben vas, a másikban magnézium van középen. Mert hogy valahogy ugye mindegyik a légzéssel függ össze, és hát ugye az ember vérbe a hemoglobin, ami majd szállítja az oxigént, meg a széndioxidot. Itt meg ugye pont a fordítottja történik a zöld levélbe, a levegő széndioxidjából készíti a szerves anyagot, és oxigén bocsát a légkörbe. Tehát ez egy ilyen oda-vissza játék, a vérrel élő állatok, melegvérű állatok, meg az ember, és a növényvilág a zöld növények között, hogy amit az egyik kienged, azt a másik beszippantja. Ilyen mértékben, ilyen közvetlenül függünk ezektől a zöld növényektől, és furcsa módon a vérszegény embereknek zöld növényeket adnak enni, hogy vérszaporító. Tehát, hogy valamiképpen ez a klorofil molekula, még ha megesszük, akkor is valamiképpen a hemoglobin felszaporodását elő tudja segíteni. Ez nem túl tudományosan hangzik, de tapasztalás ez, hogy ugye a sápkóros kis sápad gyerekeknek mindig spenóttól eltették, meg zöld növényeket kapnak. És akkor ez a korra tavasznak a
az egészséges tápláléka. Tehát ilyenkor semmiféle termésre, meg ilyen paradicsomra, meg ilyesmire nincs még szükségünk. Ilyenkor a zöld növényeknek van az évszaka, az ideje. Na, én itt befejezném, és akkor kérdés, vagy bármi, akkor még most jöhetnek a kérdések, amit itt, mert én most itt semmiféle reakciót nem láttam, csak itt ott a kis kérdéseket, de ami közben keletkezett kérdés, vagy nem volt érthető, akkor most kérdezzetek. Kérdezik tőled, hogy gyógynövény magokat, vagy palántákat hol tudunk, hol lehet beszerezni, hogy tőled lehet-e még venni valahol, valamikor? Hát én már nem hárusítok. Hát a gyógynövény magokat azért azt most elég sok ilyen fűszernövény mag sorozat van, és azokat szerintem simán lehet vásárolni, mert a fűszernövények annyira közel állnak a vadfajtákhoz, vagy szóval azok nem ilyen túl nemesített dolgok, mint a zöldségeknél esetleg tartani lehetne ettől. Úgyhogy a simán a boltba meg lehet venni. És palántát pedig, hát azért csinálnak még jó páran, például az Etnoflora BT az ősvezértér környékén. Zagykó Zoltán a tulajdonosa. Ő nála nagyon sokféle fűszernövény van, meg hát a Biokiskert, a Székely Gyöngyvér biztos ismeritek, szóval ő nála is lehet szerintem, meg ő tud szerezni is, meg szóval végül is meg lehet találni most a fűszernövényeket is, és a faiskolákban is, árudákban szerintem ott is lehet venni, azokból érdemes venni, amik kint vannak, tehát nem a fólia, meg az üvegházban lévő fűszernövényeket, mert azok borzasztó lágy meghajtatott levelűek, tehát azok nem valók a szabad földre. De ami kint van az évelő virágok között, általában van egy ilyen sarok minden árudában, hogy na itt vannak az évelő fűszerek, és akkor azt úgy meg lehet rajta látni, hogy az ott is terelt szegény, most kászálódik elő, most kell újrahajtani, azokból érdemes hazavinni a kertbe, ez az évelőkre vonatkozik. Hát egy nyári mondjuk a bazsalikom, annak a magját meg lehet venni tényleg elvetni, de az évelőket a faiskolai lerakatokba, vagy a Zagykó Zolinál, vagy a Székely Gyöngyvérnél. Szerinted Csabai Repérfit is lehet a Zagykó Zoltánéknál kapni? Vagy nézzünk utána. Csabai Revérfőt. Igen, igen. Szerintem addig kell kérdezni. Mert azért ez ritkaság számára. Székely Gyöngyvérnél volt Csabai Revérfő tavaly. És ha magot tudtok venni abból, az nagyon könnyű fölnevelni magról, és utána aztán szórja is a magot. Van még egy olyan kérdés, hogy valaki Judit kérdezte, hogy csigákkal kapcsolatban szeretne még infókat. Jó, megfelelően csigák? Mondhatom? Ja, igen, ja. Igen. Azt szeretném megkérdezni, máskor is hallottam már ezt az éti csigát, hogy eszi a mesztelen csigának a petét, meg hogy csak korhadó részeket fogyaszt. Viszont nekem van ez a boldogasszony liliom, ez a fehér virág, ugye nyár végén ilyen hatalmas nagy zöldek vannak, és az apróra van lukasztva minden évben, meg az árnyék liliom is, és én ott csak házas csigát tartok. Nem tartok, találok, bocsánat. Aha. És csináltam már olyat is, hogy oda vittem a házas csigát a kis káposztapalántákhoz, meg a büdöskékhegy, hogy akkor majd hát, ha nem rágja le reggelre valamelyik csiga, és mégis lerágja. Tehát, hogy ez tényleg akkor most hihető, mert most már több helyről hallottam, de van, aki megcáfolja. Hát én azért mindig a mesztelen csigát tartom a ludasnak, meg hát ez egy olyan érdekes dolog, hogy a csiga az tényleg akármelyik csiga, a korhadó meg bomlásnak induló, meg, tehát ami már föladná az a növény, mert túl zsenge a levele, túl sok a víz, vagy túlságosan meg van trágyázva. Tehát azokat eszi meg a csiga. Mert ha egy növény túl táplálunk, akkor, és túlöntözünk, na akkor küld ilyen jelzéseket a világ felé, hogy ez így nekem nem stimmel. Szóval lehet, hogy ez tényleg nagyon ilyen biós, megengedő elgondolás, de én ezt tapasztaltam, hogy tehát ha ez egy ilyen agrotechnikai hiba. Tehát ha túlöntözöm a növényt és túltrágyázom, akkor bontja le a csiga, mert hogy akkor ez nem oda való.
Hát az nálam nem fordul elő a túlöntözés, tehát örül, hogyha kap időnként vizet. Jó. Hát Hát ez egy akkor... ilyen általános megfigyelés Vagy volt. csak nem veszem észre, hogy a mesztelen csiga is ott van valahol a környéken, mert elbújik mondjuk, és csak a házas találom meg, az lehet. Az lehet, és ő bukik le. Igen, ez lehet, mert azért, igen, a mesztelen csiga az tényleg eszi a salátát, meg ezt azt. Bár pont a salátát érdekes, hogy olvastam, és már 3 éve így csinálom, hogy turbolyát vetek saláta közé, és a turbolya például veri azt, hogy állítólag a csigát, hát tény, hogy most volt turbolya is, és csiga meg nem volt. Úgyhogy a saláta meg nagyon szép, egészséges maradt. Tehát, hogy például annak is a, tehát a csiga riasztó növény a turbolyának. Köszönöm szépen. Lehet, Judit, hogy a, egy-két tyúkot is bevethetnél. Tehát. Igen, nem vágnám le, meg nem enném meg, úgyhogy, és én már jártam porul a 2 tyúkkal, amit vettem a TSZ-ből, ilyen kitolt tyúkokat, úgyhogy az egyik a 3-ból, az egyik másnapra pusztult el, a másik az pár napig élt, és a harmadik egészen őszig bírt, és aztán megtaláltuk fejetlenül reggel, úgyhogy azt mondtam, hogy többet nem, pedig az már be volt kerítve, úgyhogy. De köszönöm az ötletet, igen. Köszönöm. Azt ja, kérdezik még, hogy a könyveidet hol lehet megvásárolni? Aha. Hát most van a Püski kiadónál is még szerintem, akkor van az. Most a Flóra.pont nevű helyen az Éden.pontnak a leágazása, ez a Flóra.pont, ők most kaptak elég sok példányt. Mert most furcsa módon a luteránus könyvesboltba, az Üllői úton, ott meg össze került oda. Úgyhogy akkor a Püski, a luteránus Luther könyvkiadó könyvesboltja, meg a Gyöngyvérnél, ha még van ő is. Ja, és most a Biokultúra Egyesületnél is van éppen ez a tüzelgyógynövényes könyv. Úgyhogy valamelyik helyen. Akkor egy olyan kérdés van még itt, hogy fenyő és tiszafa gajakat hová érdemes tenni? A tiszafa is árt, hogyha más növény, akkor is árt, hogyha valami más növény alá kerül, vagy nem gond, hogyha a komposztra kerül? Hát a komposztra nem tenném, mert mindegyik örökzöld, és szerintem savanyítja a talajt, és tehát az örökzöldek alatt, hát csak a borostyán van. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mi van egy örökzöld alatt, akkor ha komposztra teszem, azt olyan irányba tolja el. Tehát azt vagy a sövény alá tenném, ahol azt ráért. Hát azt lehet, hogy én kitenném, hogy vigyék el. De ha valahol azért nem sokat vágok le én se, a tiszafám nincsen, de a fenyőről, ha vágok le, akkor azt a sövény alá teszem, és akkor ott szép lassan. És ugye ennek is van egy mértéke, hogy oda raktam 1 köbméter galagonya gajat, és akkor áteszek még 3 fenyőágat, az úgy teljesen jó. És akkor az nem viszi el olyan mértékben a talajkémhatást, vagy nem ront rajta annyit. Úgyhogy hát ez egy olyan mérték dolga is, egy kicsit igen. De a komposztra nem raknám egyiket sem. Akkor azt kérdeznék itt még, hogy turbolyát magról nem sikerült kikeltetnem, van-e valami titka? Hát, azért ezt kikelt. Én most itt tényleg, ahogy a saláta közé vetettem, vagy úgy is lehet, hogy éppen, hogy melléje, egy ilyen arasznyira melléje, akkor az nem volt jó a mag ezek szerint, de nem kell túl mély, vagy szeszisek ilyen kell vetni, ez biztos. De azért, hát az annak ki kell jönni, akkor tényleg a mag nem volt jó, meg tulajdonképpen az árnyékban a turbolya megfonosodik, meg hát vadon egész hatalmas állományai vannak, tehát ott is nyilván nem mélyre kerül, hanem csak a talajfelszínre. Tehát valószínűleg ebből is gondolom, hogy nem kell túl mélyre, tehát nem kell egy árok mélyére rejteni azt a magot. Körülbelül úgy, mint a saláta magot, tehát azt se ültetjük mélyre. És hogy nekem úgy tényleg úgy tűnt, hogy jó, és mikor már aztán, hát a saláta hamarabb fejlődik, vagy jobban fejlődik, mint a turbolya, de mire a salátát szedegettük, a tépő salátát, akkor már turbolyából is lehetett mellé csipegetni a zöldjéből. Úgyhogy tulajdonképpen kinőtt, és tényleg azon a környéken nem láttam csigát. Csiga, rágás nyomat. Csigát amúgy sem, mert éjszaka nem mászkálok arra, de lehet, hogy tényleg működik, próbáljátok ki ezt a turbolya dolgot.
Még egy kérdés, vagy egy inkább egy vélemény, hogy örülök, hogy megtudtam, hogy az izsóp emeli a vérnyomást, nekem alacsony. Van-e vajon még ilyen növény? A porcfűről olvastam, hogy vérnyomás emelő hatású. Tudsz-e ilyen növény? Az a porcin, ugye? Az a porcfű. Porcin? Hát ez a húsos levelű porc. Igen, nem a húsos, hanem a másik, amit hát én gáncsfűnek hívtam, amíg nem tudtam a nevét, aminek olyan vékony és mindenfelé ágazó szára van, és apró levele, nem olyan húsos, mint a porcsin. És többféle nevet olvastam a neten róla, és hát porcfű, ami megragadt úgy bennem. Egy ilyen kis karószerű gyökere megy lefelé, viszonylag könnyű kihúzni kézzel, az úton szokott kinőni, és ilyen lapos az egész, és elterül, csak könnyű elesni benne, hogyha már nagyon megnő. Azt de én sose postoltam, de hát, is szeretkezően. Csak azt olvastam, hogy ezzel, mert hogy van esetleg még olyan, ami emeli a vérnyomást. Hát én a borsikat, úgy tudom, az évelő borsika, de a másik is, amit a bak közé vetünk, az is emeli, meg a rozmaring. Hát én ezeket tudom így valamire. Köszönöm szépen. Pont ezektől szoktak óvakodni, most inkább mindig az a baj, magasa, valakinek a vérnyomása. De egy, hát ez egy kicsit olyan kuruzslás talán, de hogy az, amit az ember kíván a fűszerezésben, jobban kíván, az nagyon egyéni, hogy ki mit szeret például. Az is sokszor utal arra, hogy valaki nagyon szereti a borsika füvet, és akkor lehet, hogy neki alacsony a vérnyomása, és érzi annak a jó hatását. Akkor ez nagyon érdekes. Erre is lehet figyelni. Elég sokat használom az évelő borsikát, meg az izsópot is szeretem, tehát akkor lehet, hogy ennek ez a tudat alatti. Igen, köszönöm szépen. Igen, egy ösztönös vonzódás arra, amire szükséged van. Gál Iza írja, hogy esetleg madárkeserűfűnek hívhatják ezt a növényt, és aztán még Mártától olvassuk, hogy köszöni szépen, nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen az estét, és sziasztok! Sziasztok, köszönöm a lehetőséget!